És hát akkor most következik egy olyan nóta, ami Gellértnek a nótája. Ugye ehhez hívnék be vendégeket is. Remélem itt állnak az ajtóba. Két hegedűs urat és egy brácsás urat szeretnék be invitálni. Szalonnát Rigót és Zsoltikát. A következő összeállításban ők is közreműködnek. Előtte valamit engedjetek meg nekem egy pillanat. A Gellértnek három nap múlva szülinapja van, úgyhogy szeretnénk őt fölköszönteni egy ilyen igazi eredeti cimbali band borral, mert hogy ez itt a reklámhely, a Gere Pincészet Villányba készített cimbali band bort lemezbemutatónkra decemberre. Hát ebből még van pár üveggel, most ezek Gellértet szeretnék meglepni szülinapi alkalmából. Boldog szülinapot, Gellért! Szóval akkor Gellértnek a nótája következik új lemezünkről, Én az éjjel. Thank you.
Szolomé és Zsolti. Köszönjük. Köszönjük szépen. Aki közelebbről is ismeri a zenekart, ezt tudhatja, hogy a zenekarnak a bőgőse az most elég sokáig kim volt Japánban, 3 hónapig, úgyhogy most sincs itt köztünk Pataj Peti, mert még tegnap érkezett haza 3 hónapos, több mint 3 hónapos japán útjáról, és abban a szerencsés helyzetben lehettünk, hogy ez kínai volt. Ja, japán részről. Abban a szerencsés helyzetben lehettünk, hogy az alatt az idő alatt, amíg nem volt itthon Peti, egy nagyon nagyszerű muzsikussal barátkozhatunk össze. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg nagyon-nagyon komolyan, mert nagyon sokat muzsikáltunk együtt, és olyan dolgokat bevállalt, amit mondjuk más nem tudott volna megcsinálni. Tehát nagyon nagyszerű... Tehát bemutatnám nektek Lázár Gyuszit. Nagyon-nagyon köszönjük neki ezt a 3 hónapot. Ezt a jó bő 3 hónapot, mert november közepétől egészen mostanáig ő segített Peti helyett, ő muzsikált velünk, és hát nagyon sok mindent tanulhattunk tőle, és nagyon köszönjük neki még egyszer, de nem csak szóban, hanem egyik kedvence a Panyolai Pálinka, és most szeretnénk őt megajándékozni 2 üveg Panyolai Pálinkával, ha elfogadja, meg egy cimbali bent borral, mert hát... Egyszer átadom. A reszter adjál már, akkor ne így csókolom.